Köszöntöm Önöket itt a fehérvári beszélgetésekben, és ahogy azt már megszokhatták, hétről hétre, napról napra igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat közelebb hozni, bemutatni Önöknek. Stúdiónk mai vendégét bizonyára nagyon sokan ismerik itt Székesfehérváron, Tölgyesi Zsuzsanna jött el hozzánk, és azt hiszem, hogy ha rád gondolunk, akkor a jóga az biztos, hogy megjelenik veled kapcsolatban a neved kapcsán. Igen, főként, mert a tevékenységi köröm az utóbbi években az teljesen kiterjedt a jogára, a joga világába és ösvényére. Hogyan kerültél kapcsolatba a jogával? Mindig is érdeklődtél ez iránt, vagy más az élet más oldaláról kacsintottál át erre az útra? Még egyetemre jártam, amikor valójában ilyen 20 pár évesen kerültem közel a jogához. Akkor jött be a médián keresztül is jobban az országba, és gyakorlatilag valamiféle megnyugvást kerestem. Fizikai megnyugvást is, és szellemi megnyugvást is, úgyhogy hallottam a jogáról, hogy erre képes, illetve hogy a jogán keresztül ezt el lehet érni. Úgyhogy elkezdtem érdeklődni, elkezdtem gyakorolni, és gyakorlatilag így. Sokan azt mondják, hogy a jóga az egy ilyen út a teljes harmóniához, vagy a tökéletesedéshez. Igen, ez valóban így van. Egy út, ami hát nem feltétlenül egy sima útról beszélünk. Én azt mondanám, hogy nagyon is kihívásokkal teli, és tele van akadályokkal, főként azért, mert ugye folyamatosan önmagunkkal szembesülünk, és az elménkkel. Úgyhogy ez egy elég hosszú út, önfejlesztésre váró út. Jó út lehet ez az önmegismeréshez is? Igen. Ez az önmegismerés, önfejlesztés útja, saját magunkhoz, másokhoz, saját magunkkal való kapcsolatunkon fejleszthetünk, illetve kihat ez környezetünkre is, úgyhogy azt mondanám, hogy másokkal való kapcsolatunkra is kiterjed. A jóga, legalábbis ahogy én így utána olvastam, ugye többféle jóga van, többféle iskola, te mindegyikbe belekóstoltál, és azután találtad meg a saját magadnak megfelelőbb jógát, vagy ez hogy alakult a te életedben? Én többnyire hatha jógát gyakoroltam. A hatha jógáról, amikor beszélünk, akkor ugye többnyire a fizikai jóga jut sok mindenkinek az eszébe. Gyakorlatilag a fizikai testtartásoktól, testhelyzetektől, az úgymond ászanáktól indulunk, ugye légző gyakorlatokon át, koncentrációs feladatokon keresztül el, egészen a meditációig. És nagyon sokáig csak a hatha jógát próbáltam ki, aztán bele kóstoltam más jóga tradíciókba és iskolákba is, illetve az ágaiba, mert én úgy gondolom, hogy ha már több ága van, azt mindenképp mindegyiket érdemes megtapasztalni, és akkor azok alapján egyesíteni valahol. A jóga egyébként azt is jelenti, hogy egyesíteni. Úgyhogy én úgy értelmezem ezt, hogy nem csak saját magunkban egyesítjük a harmóniát, és nem csak saját magunkat egyesítjük, hanem egy egységet képezünk a jóga irányzatain és a jóga ágain belül is. Csak itthon próbáltad ezeket megismerni, vagy voltál mondjuk tradicionális helyeken, ahol ezt az eredeti környezetben az eredeti mesterektől lehet megtanulni? Elmentem Indiába, nem is egyszer, és én azt gondolom, hogy egy jóga tanárnak mindenképp érdemes megtapasztalnia az autentikus környezetben való gyakorlást, hogy milyen az, hogy egy jóga központban, egy ásramban élni, milyen az, hogy jóga mesterektől tanulni, igazi élő jóga mesterekről, gurukról beszélünk. És milyen valójában Indiában egy olyan környezetben lenni, ami teljesen autentikus, nem feltétlenül ugye a turista helyekről beszélünk,
és ott gyakorolni, ugyanis ez Indiából származó bölcseleti rendszer. Mennyire könnyű vagy nehéz levetkőzni mondjuk a nyugati világban ránk ragadt dolgokat egy ilyen tradicionális környezetben? Erre azt szoktuk mondani, hogy kinek mekkora az egója. Úgyhogy valójában elég nehéz, még ha azt is gondoljuk, hogy mi simulékonyabb természetűek vagyunk, meg mi tényleg oda vágyunk, és ezért mindent megteszünk, hogy ott legyünk. Azonban tényleg ott szembesülünk saját magunkkal, önmagunkkal, a saját félelmeinkkel, saját szorongásainkkal, múltból hozott szorongásokkal, félelmekkel, és hát folyamatosan ott van az is, hogy mi lesz, ha, tehát ott van a jövő képe, és hát nagyon nehéz a jelenben lenni. Tehát a jelenben megélni mindazt, amire szükségünk van éppen. Mennyire nehéz mondjuk egy materialista világból elindulni, és mondjuk egy ilyen holisztikus rendszerben aztán otthonosan mozogni? Szerintem én úgy gondolom, hogy szépen lassan lehet átváltani, vagy átmenni. Nyilvánvalóan vannak olyan emberek, akiknek ez hamarabb sikerül, meg vannak olyanok is, akiknek később. De azt gondolom, hogy a fejlődés nagyon fontos, és ugye a fejlesztés, amit már említettem is, úgyhogy azért elég jól lehet adoptálni az adott környezetet éppen, hogyha teszem azt, ugye Indiáról beszélünk, és ugye egy jóga központról beszélünk. Én azért azt tapasztalom, hogy a napjainkban egyfajta nyitottság és igény is van a társadalom részéről arra, hogy elmélyüljön, megtapasztalja ezeket a inkább keleti bölcseleteket és keleti tradíciókat. Te ezt hogy látod? Én is így látom. Mondjuk azért hozzátenném, hogy ez az utóbbi években alakult így. Előtte jobban el voltak különítve ezek a filozófiai rendszerek, illetve a jogaiskolák is. Kevesebb jogatanár volt, most már azért minden hónapban újabb és újabb jogatanárok jönnek ki, akár Magyarországról beszélünk, akár világszerte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van. Ugye nagyon sok az önfejlesztő rendszer is, ugye a kócsokról beszélünk, kócsokról is említést teszünk, vagy más olyan modern filozófiai irányzatokról, mint a mindfulness. Ugye ők is bizonyos fajta meditációs technikákat használnak. Úgyhogy ez mind-mind így összeáramlik, és aztán egy nagy egybe belekerül. Úgyhogy ezeken keresztül nagyon sok emberhez eljut, és nagyon sok emberben felébred a vágy, hogy szeretnének valami változtatni. Neked mondjuk ezen az úton mi volt a legkritikusabb pont, hogyha így visszagondolsz, és mi volt a legemlékezetesebb pillanat? Hú, hát a legkritikusabb pont az nekem India volt. Noha én nagyon vágytam oda, és nagyon szerettem volna ott lenni, és ott élni az ásramban, de azért az első időszakban ez nem olyan könnyű. Tehát ugye elég zárt életről beszélünk, szó szerint igazából a joga központ kapuin belül vagyunk. Úgyhogy a napi rendet kell követni, a napi rutint, ami ott van, teljesen kiszakadunk az előző életünkből, úgyhogy, és ráadásul én akkor is váltottam egy nagyot a magánéletemben is, ugyanis több évig én is még multinacionális cégeknél dolgoztam, és teljesen pörgős irodai környezetből mentem át aztán szépen lassan a tanítás felé. Úgyhogy ott volt ez a pont, hogy ugye feladtam az eddigi életemet, és kimentem oda, és egy teljesen mást és újat tapasztaltam meg. És mi volt a legemlékezetesebb?
A legemlékezetesebb pillanat már, mint ott. Hát talán igazából az még az ásram felé vezető vonatúton volt. Tudni kell az indiai vonatokról, hogy azért teljesen mások, mint amik itt vannak Magyarországon. Nem is annyira biztonságosak, meg nagyon sok mindent lehet látni a vonatokról. Ugye az embereket, ahogy élnek, vagy legalábbis egy ilyen pillanatnyi képeket kapunk azokból. És ott volt az, hogy ugye már 2 napja utaztunk a jóga központ felé is, és egyszer csak egy kép láttán elérzékenyültem, hogy egyrészt, hogy végre itt vagyok Indiában, másrészt meg sajnálatta, hogy láttam azokat az embereket olyan szegény környezetben, amiben élnek ott, azon a tájon. Nagyon meghatározó élményeket hoztál magaddal, és hogyha már a hoztál magadnál tartunk, akkor amikor ezt a mai beszélgetést egyeztettük, akkor én azt kértem, hogy hozzál olyan tárgyakat vagy dolgokat, amik neked fontosak. És sok érdekességgel készültél, amiről szerintem sokan azt sem tudják, hogy vajon ez mit is takar. Bemutatod nekünk ezeket a tárgyakat? Igen, bemutatom. Akkor kezdem a málával. Ugye ez egy gyöngyfüzér, hasonlóan a különböző vallási irányzatokban vannak ugye mindenféle gyöngyfüzérek. Mi ezt jogában nem feltétlenül vallási hovatartozás miatt használjuk, hanem meditációhoz használjuk. Úgy hívjuk, hogy a japa-japa meditáció, és hát a gyöngyöket, gyöngyöken keresztül mantrázunk, vagy használunk, használjuk ugye ezeket a meditációs technikákat elősegítő szótagokat, szótagok ismétlésével. De maga, amiből készítetted, az is egy ilyen érdekes kis tároló, legalábbis igen, nekem így. Ez szokás tartani őket egy ilyen kis málatároló, vagy gyöngyfüzér tartó tasakban. Úgyhogy végül is ez annyira nem különleges, inkább a málának az anyaga különleges. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy Rudraksh fa, és az egyik legszentebb fa Indiában. Úgyhogy nagy tudatosságot képes fejleszteni, úgy tartjuk, hogy nagy tudatosságot képes fejleszteni ez a fajta Rudraksh gyöngy vagy mála a használójában. Aztán van még az asztalon sok minden egyéb is. Igen, hát a következő az a hangtál lenne. Ugye ez Nepálból van, mert hogy Nepálban éltem fél éven keresztül, ugye ott is tanítottam jogát, úgyhogy ez onnan van egy helyi készítőtől, tibeti hangtál. A funkciójáról biztos már mindenki tudja a funkcióját igazából. Ugye ezt is meditációkhoz használják, és egyéb relaxációs technikákhoz. Meg tudjuk szólaltatni? Nem tudom, hogy aztán ebből mennyi fog majd hallatszani, de az a beszélgetés előtt nagyon jó esőérzés volt ezt meghallgatni. Hát van egy mélyebb hangja, így kongatással lehet elérni. És akkor ezt szokták úgy is használni, hogy közben végig engedik az ember teste fölött, vagy a közelében tartják meditáció közben, vagy pedig ugye Tibetben a buddhista szerzetesek mindenféle szertartáshoz használják. Ugye különleges energiamezőt fejleszt, és mivel az ember testének 80%-a víz, ezért, vagy még több, ezért a rezgések kihatással vannak a víztartalomra. Úgyhogy fizikailag és fiziológiailag is hatással van ránk a rezgés, nem csak az elménkre. És csodálatosan néz ki. Igen, igen, nagyon szép. És aztán... elhoztam egy másik eszközt,
ezt is meditációkhoz, vagy különböző szertartásokhoz használják. Ez is Nepálból van, eredete Tibet, és Tingshának hívják. Ennek ilyen magasabb hangja van. És ezt tényleg rengetegen használják, ugye említettem a mindfulness-es pszichológusokat, illetve életvezetési tanácsadókat, ők is használják a különböző rövidebb meditációkon. Aztán van egy ilyen érdekes kis szerkezet, kicsit úgy néz ki, mint valami orvosi pulzusmérő. Ez is mantra számláló. Ugye mantra meditációhoz használjuk, tehát amikor folyamatosan ismételgetjük. Ugye a mantrák nagyon jól fejlesztik a koncentrációt, és ahogy elmondtam, ez is egy meditációs technika, úgyhogy ennek a nyomogatásával akár autóvezetés közben, vagy akár sétálás közben. Tehát a hétköznapokban is be lehet építeni. Igen, igen, teljesen könnyedén, anélkül, hogy ugye feltűnően a gyöngyfüzért használnánk. És aztán elhoztam az egyik kedvenc jogakönyvemet, jogás könyvemet, és ez azért fontos számomra ez a könyv, mert egy olyan jogarendszerben tanulok, amit Iyengar jogának hívunk, és ebben a rendszerben különös tekintettel vannak a nőkre, a nők gyakorlására, a ciklus szerinti gyakorlásra is, és ebben a könyvben minden megtalálható ezzel a gyakorlással kapcsolatban. Egy amerikai szennyor tanár írta, Bobby Clennell, és hát igazából alá is dedikálta nekem, amikor találkoztunk a workshopján, úgyhogy azért hoztam el, mert számomra egy különleges darab. Hát az egész jogairodalmat, meg az összes jogáskönyvemet nem hoztam el, mert akkor így felstótolhatunk volna egy egész könyves polcot, de talán ez az, amit kiemeltem volna. Amikor 2004-ben ráléptél erre az útra, akkor gondoltad volna, hogy ennyire át fogja hatni a mindennapjaidat a jóga és a jogával kapcsolatos dolgok? Hát igazából nem gondoltam volna. Én azt mondanám, hogy így mentem előre a gyakorlásban, tehát folyamatosan valamit fejlesztettem benne, ugye elmentem különböző tanárokhoz, egyre több szakirodalmat olvastam hozzá, és egyre jobban elkezdett érdekelni, és szerettem volna is tanítani ezt egy ilyen 5 év gyakorlás után, így ezért elmentem egy jogaoktatói képzésre. És hát onnantól kezdve egyre jobban átállózta az életemet. Ugye nem csak a saját gyakorlásomhoz használtam, hanem mások fejlesztésére is. És ez már megint egy másik perspektívát ad. De hogyha jól emlékszem, akkor eredendően pedagógusi pályára is készültél? Igen, igen. Azért itt van egy ilyen párhuzam. Van egy ilyen párhuzam, az ELTE-n végeztem német nyelv és irodalom szakon, és hát pedagógusi diplomával is rendelkezem. Úgyhogy van egy ilyen tanári vonal, amit követek. Tibet milyen volt? Tibetben nem voltam, viszont ugye Nepálban voltam, Katmanduban. Nagyon-nagyon mélyrehatott az ott lét és az emberek is. És talán azt mondanám, hogy állomásaim közül Katmandu volt a legmeghatározóbb, hogyha így külön beszélünk az állomásokról. Nagyon spirituális az ország, nagyon át lehet szellemülni, mint jogatanár, és nagyon szép tájak vannak a nagy szegénység mellett, ugye, de ezt most nem részletezzük, és az emberek is nagyon kedvesek. Úgyhogy én nagyon otthonosan éreztem magamat. Ezt a fantasztikus optimista szemléletet itthon is sikerül átvinni a mindennapokba? Hát igyekszem. Valóban egy kicsit pesszimistának mondanám a magyar mentalitást, de igyekszem fenntartani, és másoknak is átadni, amit lehet, pozitívat. De mondjuk most már mondhatjuk talán azt, hogy egy kicsit nyitottabbak vagyunk, nem?
A jogára? Például. Igen. Mondjuk nekem kicsit az az érzésem Magyarországgal kapcsolatban, hogy kezd kiüresedni, hogy egyre kevesebb ember van. Ahogy ugye most 3 évig távol voltam, és visszajöttem, mint hogyha kicsit kisebb lenne a népesség. Persze ez lehet, hogy az amiatt is van, mert nagyon sűrűn lakott településeken és városokban éltem, Ázsiában, és Ázsia, mint tudjuk, ugye nagyon nagy populációval rendelkezik. De az tény, hogy nyitottabbak most már a magyar emberek, és itthon is itthon érzem magam, úgyhogy szeretek itthon lenni, és szeretnék minél több pozitív energiát és hozzáállást átadni az embereknek a jóga által. Hogyha már a jógánál tartunk, akkor én nézegettem, amikor készültem erre a beszélgetésre a te oldaladat, és ott pedig a szív csakrájáról írsz, mint energiaközpontról, hiszen te ezzel is foglalkozol, ezzel foglalkozol a te jógáidon. Ezt hogy képzeljük el? Ezt úgy kell elképzelni, hogy különböző energiaközpontok vannak a testünkben, a jogikus szakirodalom szerint. Ezeket úgy hívjuk, hogy csakrák. Nagyon sokan foglalkoznak vele, és szerintem manapság nagyon sok helyen is lehet látni a csakrákat, szimbolizáló képeket, színeket, formákat, akár ásványi gyöngyöket. És az Anahata szívcsakrája. És ahogy írom is a weboldalamon, ez a középpont, ez az a középső csakra, a hétfő csakrából, mert hogy több ezer van belőlük a testünkben, de ez a hétfő csakrának a középső pontja, ami a mellkasunk közepén található, és úgy tartjuk, hogy itt egyesülnek a materiális létünkhöz köthető energiaközpontok és a spirituális létünkhöz köthető központok. Itt egyesülnek. És mivel én szívvel, lélekkel csinálom a jogát, és gyakorlom, és azt gondolom, hogy úgy lehet létrehozni komoly és őszinte dolgokat, hogyha szívből csináljuk őket, ezért lett a jogás nevem Suzanahata Yoga, ugye, ami a weboldalon is megtalálható. No, jogáról beszéltünk, rólad beszéltünk, nagyvilágról beszéltünk, többször említetted a meditációt. A rohanó világban vannak apró trükkök, amikkel ki tudunk szakadni és tudunk meditálni, akár mondjuk a villamoson, a metrón, a buszon ülve? Igen, vannak. Ugye pont most készült velem a rádió beszélgetés és a rádiós meditáció. Lehet fekvő meditációt is csinálni, és lehet a buszon is meditálni akár. Csak egy-két praktikus ötletet adjunk a tévénézőknek. Igen. A legfontosabb az, vagy a legegyszerűbb az, hogyha a légzésünket figyeljük meg. Nagyon egyszerűen a légzésre irányíthatjuk a figyelmünket, megfigyelhetjük a mellkasunkat közben, megfigyelhetjük az orrnyílásokon keresztül áramló levegőt, akár a gerincoszlopunkat is megfigyelhetjük, hogy áramlik végig rajta a levegő. Ugye ezek már vizualizációs képet is adnak hozzá, és ezek mind-mind lekötik az elménket, és ugye ez lenne a lényege a meditációnak, hogy lecsendesedjünk, lenyugodjunk, és ezekkel a technikákkal nagyon jól lehet csak a jelenben lenni, lecsendesedve, amit el szeretnénk érni. Én köszönöm szépen ezt a hasznos trippet, és remélem, hogy sokan tudnak majd vele élni. Én is köszönöm szépen. És köszönöm úgy szépen, legyen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak fehérvári beszélgetésekkel. Természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!